Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a hétfő bemutató. Itt van velem Ákos, szia Ákos! Sziasztok! Szia Kristóf! Végre valára ismét közös videó, és az apropója a közös videónak az, hogy Ákos elkészült, vagy nagyon közel jár a készültséghez, fogalmazzuk így? 99%. Tehát majd tudom elkészült a terepasztallal, amit erről fogunk egy kicsit beszélni, hogy mi változott, milyen újdonságok vannak benne, meg egyáltalán miért pont ez a vonal indult el. Kezdjük is az elején, ahogy ezt mindig szoktuk. Miért pont a 12 voltos rendszer az, amiből asztal készült? Röviden, mert ez a legjobb, legó vonatos rendszer. Most sokan megköveznek engem, de nekem ez a gyerekkor, 80-as évek, ugye erről már beszéltünk korábban is, hogy azért 80-as években tudtak még legót tervezni és készleteket kiadni. Nem, mint hogyha most nem tudnának, de ennek megvan a varázsa a kis stádok a tetején. Ugye a techniknél is a stádos technik azért még mindig ugye igen. Viszi a prímet, ugye utána jött a liftármos váltás, és jók, de nem az igazi. Más világ, igen. Stádos, az az igazi. 12 voltos rendszer, ugye erről már korábban is beszélgettünk, hogy ezt tudta régen a legtöbbet, és merem állítani, mai napig is ezt tudja a legtöbbet. Játékélményben, variálhatóságban, készletek, amiket kiadtak hozzá, ugye még annak idén talán említettem neked, hogy szerintem nem titkoltan a modellvasút konkurenciájaként hívta életre a LEGO ezt a 12 voltos rendszert. Ugye előtte már volt a 4,5 voltos rendszer, a elemtartósokkal, utána jöttek a 4,5 voltos push-along vonatok, viszont ez hozott egy olyan újdonságot, hogy trafóról tudott kezelni, elem probléma nincsen, tehát éjjel-nappal mehet a vonat, amíg a motor bírja. Vannak váltók? Igen, ehhez adtak ki a legtöbb alkatrészt, és váltók, motorikusan kezelhető váltók, vagon szétválasztó egység gyárilag, olyan sorompó is volt ugye gyárilag, ahol te magad vezérelted a sorompót, és lecsukódtak a sorompórudak, elkezdett villogni a vörös jelzőfény, szemaforok, gyárilag volt szemafor, sín szigeteléssel, tehát valóban megálltotta volna, hát kiadtad a szabad jelzést a szerelvényednek, elindult, feladta a zöld jelzést, és ugye annak idején még mondtam neked, hogy ez hozta létre az ATS rendszert és az Akitrain Supplementált, mert igényelték egy idő után az emberek, hogy fú, hát ilyen volt 12 voltos érába, miért nincsen a Power Function érába, meg most a Power Up-os érába. Nagyjából a terepasztalnak a kialakítása, vagy hát alapra ez az nem sokat változott. Nem sokat változott. Mi az, amit én azt mondanám egyébként, hogy hosszabb lett? Nem lett hosszabb. Pont akkora, mint volt. Ez az asztal nem véletlenül ekkora, mert eredetileg ez 4 darab nútvéderes OSB lapból készült. És ez meg is határozta a méretét. És annak idején, amikor terveztem, ugye ez az asztal ebben a méretben és nagyjából ebben az outfitben még annak idején a Temofesten debütált. Talán te is kim voltál a Temofesten. Ez arra készült annak idején. Ezt a helyiséget, amiben vagyunk, az egyik kedves ismerősömtől kaptam kölcsön 2 éve, 2,5 éve, 2 hétre, hogy én ott a Temofestre ezt fölépítem, letesztelem, és akkor megy ki a Temofestre, ugye ez a Vasúttörténeti Parkban egy ilyen kifejezetten vonatos kiállítás. Jó fej az ismerős, mert nincsen kocsi, azt mondta, hogy igazából addig vagyok itt, ameddig nekem jól esik, és ez hozta az ötletet, hogy akkor jó, itt lesz meg az asztal bővítés, ami nem méretében bővítés, hanem funkciójában bővítés. Ez azért is született meg, mert azt hiszem Gazdagréten volt egy kiállításunk, ahol ez a vonatos asztal szerepelt, kicsit más a outfitben, és ugye 12,5 óra volt fölépíteni az asztalt, és 9,5 óra volt a bontása. Tehát én sose felejtem el, hogy mindig hajnali 4-kor, 5-kor, vagy kollég Tomi, vagy a Gazdagréten szóval a műfáznak a vezetője még segített nekem a kábeleket tekergetni. Borzalmas dolog, és én ott megfogadtam, hogy én még egyszer 12,5 órán keresztül nem fogom építeni ezt az asztalt, és nem fogom 9,5 órát bontani. Igen. Ez ott az alapötletet 2020
2019 végén, valahogy. Végén, ősszel, akkor álltam neki, akkor kezdtem el tervezgetni, hogy jó, hogyan lehetne ezt szegmensekre bontani. És így indultam neki, hogy jó, megvolt az alaplap, még a régi furatok is megvoltak a lapon, és akkor induljunk neki, és akkor legyenek félbevágva még a lapok, tehát akkor a 4 nutfederes lap az még legyen elfelezve, és így lett 8 szegmens belőle. És ugye menet közben jöttek a kis bővítések, hogy hú, hát, de rég vágytam arra, hogy átjárhatóak legyenek a pályák például. És akkor jó, legyen átjárható a pálya, de ugye akkor kell egy dupla sim megszakítást alkalmazni, hogy a két pályán közlekedő vonatnak a trafója az ne zavarja egymást. Valószínűleg nem zavarná nagyon egymást, mert lebegő transformátorokat használ a 12 voltos rendszer, de menjünk biztosra, legyen teljesen elszigetelve. És jó, akkor külön trafóra megy, tehát át tud menni A vonat, B vonat pályájára. De hát honnan tudjuk azt, hogy milyen polaritás van az adott sínszában? Akkor legyen polaritás jelzőt a sín mellett, amik pont úgy néznek ki, mint a MÁV szabványban ezek a törpetolatás jelzők. Én pont arra használom, hogy a polaritást mutatja, és hogyha mind a kettő kéken világít, akkor tuti, hogy átmehet egyikről a másikra, nem fog visszagurulni, nem megy tovább egyenesen. Színben amúgy tök helyes, mert ugye a kék azt jelenti, hogy tilos a tolatás a MÁV szabvány szerint. És amikor előre halad, akkor valóban kéken világít, és amikor valóban tolatni szeretnék vele, akkor fehéren világít, ami szabad a tolatás jelzés, tehát még így az F1 utasításnak is tökéletesen megfelel. Mielőtt elveszünk a részletekben, tehát igazából az alapkoncepció, amiért elkezdted ezt itt ebben a kis garázsban, vagyunk, ezt látjátok a vágóképeken, hogy épp hogy elférünk, tehát meglepően hatalmas ez az asztal, hogy tehát az alapkoncepció az volt, hogy 8 egység szét lehet bontani az asztalt, és hogy és egymásra lehet pakolni, és itt old 200. Ezt szendvicsben kell elképzelni, tehát amit itt látunk lent, az OSB lap, rajta egy geotex és rajta a sinek. Ugye ez a közlekedő réteg. Ez alatt van még egy OSB lap, ami éppen a kettőt közre fogja, és a két lap között futnak a vezetékek. Rengeteg vezeték van bedolgozva, majd csinálsz róla a képeket. Nem csak a vezérlés, a váltók, a szemaforok, meg egyéb vezetékek, hanem hogy ne legyen feszültséges és az asztalon, ezért minden egyes 16 sztát hosszú sín, ugye pozitív-negatív pólus van, mindegyik egyesével át van hurkolva, hogy ezt mind át kellett fúrni, forrasztani, tehát több ezer forrasztás árán jött ez létre. Harmadik szendvics, azt elfelejtettük, hogy miért vannak itt ezek a lapok? Hát a szállíthatóság kedvéért, tehát ezek külön ki vannak ékelve, tehát egy ilyen távtartók vannak, hogy ne kelljen lebontani az asztalról semmit, lehetőleg még a váltókat sem, ezért az a távolság ki van mérve, az még ráérkezik, így fölül, meg alul is van egy teljesen sík felület, egymásra pakolható és szállítható, és ez volt a lényeg, hogy egybe elszállítható legyen a kiállítás helyszínére, és ne 12 órán keresztül kelljen fölépíteni, hanem lehetőleg egy óra alatt meglegyen. Térjünk át a vezérlésre, mert igazából az ad értelmet az asztalnak, hiszen itt van a varázslás, hogy így fogalmazzak. Én tudom, de ezt szerintem emeljük ki, hogy miért ilyen elrendezés van a vezérlőnek. Azért könnyebben szállítható, ez az egyik magyarázat erre, ugye korábban, emlékszem még a korábbi kiállításokon, egy ilyen körülbelül 10-12 stád mélységű lap volt, és iszonyú hosszú volt, és néha neked is jobbra-balra kellett menni, hogy vezérel. Tehát inkább próbáltam összehúzni egy olyan részre, hogy egy állásból lehessen az egészet variálni. Három szintes, tulajdonképpen, hogyha orgonát veszünk, három manuálos a rendszer. Tehát nem kell mozogon semmire, egy helyről mindent elérsz kényelmesen, szintekbe. Kényelmes is, mert ugye itt a szinteknél a kapcsolóknak a csatlakozója pont a másik lap alá fut be, tehát esztétikus is. Maradt egy kis hely, ezért lett itt egy próbapad. Ez azért jó, mert nem az asztalon kell mondjuk a gőzöst beizzítod, és ugye futnia kell a köröket, mert az mégse van, hogy visszatartod, és forog a kerék, és horzsolja a sín. Főleg, hogy ugye ez recés sín, tehát nem a megszokott új generációs sima, hanem ez recés. Ez recés, hogy betapadjon a gumigyűrű, ami ugye a motoron van. Ez egy próbapad, tehát ide föl lehet tenni bármelyik vonatot. Ugye külön sín nincsen, hanem az áramvezető sín van ide beépítve. Fölrakod, itt egy kapcsolóval átkapcsolod. Ugye a 77-60-asnak a pályáját használjuk, pontosan annak a feszültségét ennek a betáplálására. Van egy próbapadunk.
Itt fölül, hogy miket kapcsolunk, a 77-60-as, én így Tehát neveztem el. ezt hívjuk A felső a rakodó pályának. sínnek. Így van. Rakodó sín, ami ugye van még két váltó hozzá. Ezek a váltók arra valók, hogy rá lehessen állni erre a pályára, plusz még ugye van egy vagon szétválasztó egységünk, ezzel lehet a vagonokat szétválasztani, rendezni a szállítmányt. Ez ugye a trafója a 77-60-as pályának. Amit itt találsz, ez a 77-25-ösé, ez ugye az asztal sarkán van. Ez a kis pici, hát ilyen svájci fogaskerekűre emlékeztető kis vonat. Ugye ennek az a különlegessége, hogy amint eléri a végpontját, ott van egy érzékelő, és egyszerűen polaritást vált a mozdonyban, elindul a másik irányba, annyi plusszal, hogy a fények is felcserélődnek a vagonokon, tehát mindig, amikor előre megy, az elején fehér fény van, hát ugyan vörös fény, így néz ki jól. Egyen lejjebb, ez a 77-45-ösnek a pályája, ez igazából a kisív, nem is olyan kicsi, de nevezzük kisívnek. Ez a belső ív, vagy nem is belső tudom. Ív, igen. Így van. Ennek a pályának itt vannak a jelzői, a jelzőfeladás itt történik meg, utána váltók. Többszörös váltók vannak, mert a 77-40-es pályájáról a sorompónál, de akár ott is rá lehet térni erre a részre. Ez azért van, mert itt van egy ütköző vak, ez tulajdonképpen egy vakvágány. Erre lehet tulajdonképpen a 77, felesleges 77-40-es szerelvényeket kiterelni, és akkor itt egy jelző megfogja őket, tehát tudnak parkolni. Hát ezután még ugye a teljes váltórendszernek a váltókezelői vannak. Itt külön pedig egy olyan kapcsolótábla, amit igazából a helyszűke adott. Tehát ezek mind szemaforokat kapcsolnak, térközöket oldanak föl, és térközöket zárnak le. Adott esetben a sorompót is ugye kézzel lehet vele vezérelni. Nem, mint hogyha nem lenne automata, tehát a vonatok saját maguknak csukják le a sorompót és nyitják föl, de hogyha valami miatt le akarod zárni manuálisan, vagy föloldani, akkor ezt kézzel is meg tudod tenni. Itt van például a bejárati jelzőnek is ugye a villogója. Ez most azért nem villog, mert ugye a másik LED az egy valódi rendes MÁV pályavasút szabvány szerinti jelzőben villog, és amíg az ugye nincs meg, addig ő csak folyamatosan fehér fényt ad, de ez már feloldja a szigetelést a sínben, tehát bejáratot, ez ugye hívójelzőnek hívják, a hívójelző csökkentett sebességgel bejárást engedélyez ugye az állomás. És ugye van még egy ilyen plusz dolog, a ház feliratú, az egészen pontosan, majd biztos csinálsz a képet, az az Olekirk ház kapott világítást is, de ez nem a világítást kapcsolja, hanem a kéménybe a füstöt. Tehát néha be lehet fűteni abba a házba, és akkor szépen egy füstgenerátor füstöt képez a házikóban. Egyen lejjebb, ugye itt már két trafót látsz, mind a 77-40-es feliratot. Ez azért van, mert ugye a 77-40-es pályáján, ez a nagy ív, ezen van a térközrendszer telepítve. Ugye a térközrendszer F1 utasítás szerint MÁV szabvány arról szól, hogy minél több vonat tudjon ugyanazon pályán közlekedni, de minél biztonságosabban, magyarul ne érjék utol egymást. Ez azt jelenti, hogy ilyen kis szakaszokra bontja a teljes pályát, és hogyha behalad az egyik szakaszba az adott szerelvény, akkor a szakasz előtti jelző vörösre vált, és azt az előtte lévő sínszakaszt leszigeteli. És amíg a másik nem halad ki az előtte lévő szakaszból, és nem halad be egy másikba, addig ez zárva tartja. Amint kihalad belőle, ezt megnyitja, és behaladhat a következőbe. Persze, hogyha csak egy vonat közlekedik, akkor fontosan zöld jelzése van, mert nem foglalt előtte semmilyen térköz. Pillanatnyilag 5 térköz van telepítve ebbe a nagy ívbe. Ez kellő ahhoz, hogy 4 vonatot biztonsággal lekezeljen. 3 fényű jelző, tehát abszolút F1 utasítás szerinti MÁV szabványnak megfelelő jelzésképeket adnak ki a jelzők. Annyi érdekesség, hogy a vörös és a zöld az rendben van. De ugye van egy sárga is. Ugye a vörös azt jelenti, hogy meg kell állni, megálljelzést. Tehát a zöld az azt jelenti, hogy szabadon lehet haladni, legalább 2 térköz szabad előtted. A sárga azt jelenti, hogy be lehet haladni, a jelzőt meghaladhatja az adott szerelvény, viszont figyelem, csak 1 térköz szabad előtted. Most ezt összehangolni az 5 térköznél, tehát ilyen rally rendszereket kellett kialakítani ehhez. És ugye továbbra is minden analóg. Tehát semmi hatmelvezérlés, Raspberry, meg egyebek, hanem minden analóg. Tehát bistabil relék, NONC relék, a jelzőkben is rizszemizzók, semmi LED,
És ezt megoldani analóg rendszerben nem volt egyszerű, de működik. Igen, ez a lényeg. De működik. Maradjunk ennél. Szóval itt két trafó van, azért fontos két trafó a 77-40-esnek a pályáján, nem csak a térközök miatt, a térközök nem igénylik a plusz feszültséget, hanem azért, mert négy szerelvény közlekedik rajta, és négy szerelvénynek bizony már kell a kettős betáplálás. Igazából már három trafó is jó lenne neki, tehát négy szerelvény, az négy motor, világítás rajta, meg egyebek. Látszik is, hogy sokkal lassabbak a vonatok. Nem azt mondom, hogy felére esik a sebességük, de én érzékelem, hogy lassabbak, mert sokkal több a fogyasztó, ami rá van kötve. Az egész rendszernek folyamatosan változó tervrajza volt. Valahogy mögöttünk látod, hát a régi... Sokat. Sok tervrajzot látunk. Egyrészt itt van a vezélésnek egy a vezélésnek kiosztása. A tervrajza, és ez még kicsiben, ez kicsit felnagyítva, egy picit módosított, ezt én folyamatosan módosítgattam ezeket a tervrajzokat, ez már a végleges tervrajz, itt megvannak a szegmensek, hogy milyen szegmensekre vagyunk bontva, minden szigetelés, jelzők, érzékelők elhelyezve rajta. Egy kis jelmagyarázat, ha esetleg elfelejteném, de nem felejtem. Ez meg a, hát idézőben a Szent Grál, tehát ez a szegmenseknek az összekötése, hogy melyik szegmens, hogyha valami hiba van az asztalon, akkor tudjam, hogy hol keressem a hibát, melyik csatlakozási pontnál van, vagy lehetséges a hiba. Pillanatnyilag UTP csatlakozókkal van összekötve, 50 darab UTP csatlakozó kellett hozzá, ugye azt tudjuk, hogy azok 8 pólusúak, tehát 400 csatlakozási pont van, csak a szegmensek között, tehát ahol muszáj volt megbontani a csatlakozókat, amúgy meg rengeteg, de majd szerintem a következő videóban kitárgyaljuk ennek a részleteit. Így is már elég hosszú lett ez a videó, meg szerintem nagyon sok információt meg is kezdek már elveszni benne, úgyhogy itt most lezárom ezt a videót, vagy ezt érjünk a végére, mert inkább nyissunk majd egy másik videót, ahol kicsit jobban belegyünk ebben más szabványban, mert szerintem ez engem is, meg szerintem titeket is érdekel, illetve az, hogy pontosan hogyan működik, illetve van egy különleges vonat is, és akkor arról is egy kicsit bővebben fogunk beszélni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönök ezt az első ilyen alapbemutatást. Nektek köszönöm a figyelmet. Tetszett, akkor jött a like, jöttek a kommentek, hogyha bármi kérdésetek van asztal a kapcsolatban. Igyekszünk majd megválaszolni. Illetve a következő videóig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek. Sziasztok! Sziasztok!